Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Advent időszakában esténként zsúfolásig megtelt Győr belvárosa, a Széchenyi és a Dunakapu téren zajló változatos sokszínű programokra sok ezer ember volt kíváncsi. Így a lehető legjobbkor tavaly decemberben adták át az Árpád parkolóházat, ami nem csak az itt élő dolgozó emberek számára, de a városba érkezőknek is nagy segítséget jelent. A győri belváros az nem csak adminisztratív központja egyébként a városnak és a térségnek, hanem egy nagyon fontos kulturális központja is. Egyrészt azért, mert rengeteg kulturális intézményünk működik itt a győri belvárosban, másfelől pedig azért, mert rengeteg fesztivál, rengeteg rendezvény kerül megrendezésre itt a győri belvárosban. Ezeknek a megközelíthetőségét is nagyban javította a parkolóháznak a megépítése. És amit mindenképpen hangsúlyoznék, az az, hogy az elmúlt egy évtizedben nagyon komoly változások történtek a győri idegenforgalmi életben, a győri turizmusban, hiszen látjuk azt, hogy 10 év alatt megdupláztuk a vendégészakák számát, most már bőven 400 ezer felett van egy évben a vendégészakák száma itt Győrben, és biztos vagyok benne, hogy ezek a fejlesztések, ezek a létesítmény bővítések is nagyban hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy akik ide megérkeznek a városba, ők komfortosan, kulturált körülmények között tudjanak parkolni, innen meg tudják közelíteni adott esetben a szállodát, ahol megszállnak, és tudják azt, hogy az autójuk jó helyen van, biztos parkolóhelyre számíthatnak itt a győri belvárosban. Az új parkolóhelyekre nagy szükség volt a belvárosban, csak januárban több mint 11 ezeren használták a létesítményt. A 2 milliárd forintból megépült parkolóház uniós támogatással valósult meg. Ezt mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy ez az Európai Uniós támogatású projekt, ez nem önmagában csak és kizárólag a parkolóház létrehozását jelentette, ez volt természetesen a legfontosabb eleme, de emellett nagyon sok olyan kisebb fejlesztést meg tudtunk valósítani itt a belvárosban, ami egyfelől a sétáló utcáknak a használatát javította, hiszen kiterjesztettük a gyalogos zónát és azokat a süllyedő oszlopos rendszereket, amikkel védjük a gyalogos zónát az illetéktelen behajtástól. Ezt az Arany János utcában, illetve a Virágpiacon is meg tudtuk tenni, illetve a Baross út Bajcsi csomópontban is. Tehát a Baross út, mint sétáló utca egy nagyobb védettséget élvez most már a projektnek köszönhetően, illetve a Virágpiacon való áthajtást is tudjuk ezzel korlátozni, és ott is a tömegközlekedés, a közösségi közlekedés számára tudjuk ezeket a részeket, utcarészeket fenntartani. A város szívében lévő 7-szintes épületben könnyű tájékozódni, és az autósoknak nem kell hosszú percekig keresgélni a szabad helyeket. Ebben a parkolóházban 205 parkolóhely található, mindjárt a bejárati szinten 5 darab mozgáskorlátozott parkoló áll rendelkezésre. Ennek az az oka, azért mindjárt a bejárati szinten vannak ezek a mozgásokban korlátozottak számára kialakított, az átlagosnál nagyobb és szélesebb parkolóhelyek, hogy a lehető legkönnyebben igénybe tudják venni az arra rászorulók. 205 parkolóhely van a létesítményben, és ami nagyon fontos, hogy a parkolóházat használók részére integrált informatikai rendszer segíti azt, hogy a lehető legkönnyebben megtalálják a helyet a behajtásnál. Ennek első kijelző terminálja mindjárt a sorompó után látható. Itt már el tudja dönteni a jelzések után a gépkocsi vezető, hogy a földszint alre, a földszint alatti részekre, vagy pedig a valamelyik emeletre találja a helyet, hiszen a kijelzők pontosan mutatják, hogy melyik területen mennyi szabad hely áll rendelkezésre. A parkolóház biztonságos, kényelmes, másrészt a belvárosban itt parkolhatunk a legkedvezőbb áron, óránként mindössze 200 forintért. Az Árpád parkolóháznak, akárcsak a többi győrvárosi parkolóháznak és mélygarázsnak nagyon sok előnye van. Az Árpád parkolóház a nap 24 órájában használható, a gépjárművek kamerával megfigyelt területen állnak folyamatosan, és vannak olyan szintek, félszintek, amelyek teljesen beépítettek, tehát gyakorlatilag csapadékmentesen lehet itt tárolni a parkolási idő alatt az autót. 0-24 órában, tehát folyamatosan igénybe vehetők, és az Árpád parkolóháznak a díjszabása pedig úgy lett kialakítva, hogy az árak tekintetében is vonzó legyen a közlekedésben résztvevők számára. Az Árpád parkolóház körüli belvárosi utcákban óránként 400 forint a parkolási díj, ehhez képest a létesítményben az Árpád parkolóházban 200 forintért per óra díjon lehet parkolni. Az országban egyedülállónak számít, hogy egy ilyen létesítmény a kultúrának is helyet ad. Hamarosan a Győri Balett világklasszis táncosai próbálhatnak az itt kialakított teremben. Az sem véletlen, hogy a parkolóház bejáratánál kerékpárokat is bérelhetnek azok az autósok, akik a 4 kerék helyett inkább 2-vel folytatják útjukat Győr belvárosában.
A zalaegerszegi Munkácsi szakközépiskolába közel 500 diák jár. Az intézményben különféle szépészeti és gépipari szakmákat tanulhatnak a fiatalok, akik közül az utóbbi években egyre többen érnek el jó eredményeket különféle versenyeken. 2018-ban pedig 11-en részt vehettek a Tempusz közalapítvány által kiírt Erasmus Plus programon, melynek keretében 3 hetet töltöttek Milánóban. Két lehetőségünk volt, Milánó, illetve Ausztria. Úgy döntöttünk, hogy legyen akkor Milánó, ha lud legyen kövér. Beadtuk, megnyertük, és csináltuk. A 6 fodrász és 5 gépi forgácsoló tanuló a kint töltött napokat a tapasztalatszerzésre használta. Pályázni szakmai gyakorlatra lehetett. Tehát munkahelyre mehetnek a szakközépiskolás, illetve szakgimnazista tanulók. Az egész Erasmus Plus programnak ez a célja, hogy ők kapjanak külföldön lehetőséget arra, hogy dolgozhassanak. A 14 és 18 év közötti fiatalok életre szóló élményekkel gazdagodtak. Ugyan dolgozni mentek, de az olasz nagyváros további tanulásra inspirálja őket. Akad, aki korábbi döntését is megváltoztatta az ott átéltek hatására. Igazából, amikor én kimentem, én nem akartam még fodrász lenni, én ezt a tervet abba akartam hagyni, elvégezni az érettségét, utána valami szakmát tanulni, mást. Hát, teljesen megváltoztatta a véleményemet, az biztos. Az egyik főfodrásszal én nagyon jó kapcsolatba kerültem, akivel mai napig tartom a kapcsolatot, és nagyon bejött a stílusa az, hogy ahogy dolgozott, hogy teljesen közvetlen volt a vendégekkel, mindenkivel. Utcán is kimentek és beszélgettek, amikor nem volt munkájuk. És az ottani fodrász élet az nagyon jó. Léránt Réka első évesként kapta a milánói lehetőséget. Azóta idén februárban az országos szakmai versenyen 2. helyezést szerzett. Mint mondja, ebben az eredményben már a külföldi tapasztalatok is benne vannak. Gyorsan dolgoztak, és ugye itt a versenyen meg időre kell csinálni ők frizurákat, és ugye nekem így sose volt az idővel semmi problémám, és ugye most 2 versenyszámban indultam a versenyen, az egyik a Marcevi Szullán volt, abban lettem országos 2. helyezett, és egy farsangi témában volt az extrém konty, ahol egy fánkot csináltam a modellem hajájával. Én mindenképpen fodrász szeretnék lenni, és így láttam, hogy dolgoznak, gyorsan, közvetlenek a vendégkel, és így egyre jobban beleszerettem ebbe a szakmába. Barcelonába is, és oda lesz pont a következő út, amit megpályázott az iskola, és reméljük, hogy megnyerjük, és kapunk rá lehetőséget, hogy mehessünk újra. Ez egy olyan szakma, hogy mindig képezzük magunkat, mindig tanulunk valami újat, hogyha elvégezzük az iskolát, ilyen tanfolyamokon vehetünk még részt, hogy jobban képezzük magunkat, és így szerintem ez egy tök jó dolog, hogy mindig lehet újat tanulni. A diákoknak közös volt a szállása, ám a legtöbben külön helyen kaptak lehetőséget a munkára. Simon Tivadar annak ellenére is hasznosnak tartja a kint töltött időt, hogy nem saját szakmájához illeszkedett a gyakorlat. Nekem ugyan szakmám az gépi forgácsoló, de én, amelyik cégnél voltam helyezve, én nem a szakmában voltam, hanem igazából egy hegesztő céghez kerültünk mi, robothegesztővel foglalkoznak, és én meg 2 osztálytársammal, hát igazából megtanítottak minket targoncázni, robotgép hegesztőt kezelni, tehát hogy annak az függetlenül, hogy nem gépi forgácsolóként voltam a gyakorlatként, megtanultam más dolgot. A diákok nappal tanultak és gyakoroltak, esténként az olasz élettel ismerkedtek. Semmilyen értelemben nem múlik el azonban nyomtalanul ez a tanulmányút. A bizonyítványt nem is, annál valami sokkal fontosabb dokumentummal gazdagodtak a fiatalok. Kapnak egy Europass-t, egy európai szakmai igazolványt, hogy ők bizony ezt az eltöltött idő alatt ők kint dolgoztak, amit bárhol később külföldön felhasználhatnak. Ez hatalmas előny, hogy ők ugye magyarként külföldön, bárhol, akár az Európai Unión belül dolgoztak már gyakorlaton.
A zalaegerszegi munkácsi iskola korábban egy francia cserekapcsolat révén már szerzett jó tapasztalatot a külföldi gyakorlatokból. A tavalyi milánói lehetőség után idén is szeretnének újabb diákokat tanulmányútra küldeni. Most az Erasmus Plus pályázat egy jó lehetőség volt a tavalyi évben arra, hogy ezt újra felelevenítsük, folytassuk, mert mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy a gyermekeink, illetve tanulóink minél több külföldi szakmai tapasztalatot szerezzenek, minél szélesedjen a látókörük, amelyet majd az itteni munkáik során tudnak hasznosítani. Éppen ezért most ebben a tanévben újra pályáztunk, és májusban várjuk a pályázat eredményét. Most az Erasmus Plus pályázattal Barcelonát céloztuk meg, ahova fodrász és közlekedés gépész, ami azt jelenti, hogy autószerelő és autoelektronikai műszerész tanulóink mehetnek majd ki. Az Erasmus Plus páratlan lehetőséget nyújt a külföldi tanulásra, képzésre és tapasztalatszerzésre. Ezzel javítja az európai oktatási, szakképzési és ifjúság támogatási rendszer minőségét, elősegíti az oktatási szakemberek és az ifjú munkavállalók szakmai fejlődését, valamint az oktatás és a munkavilága közötti szorosabb együttműködést. Ez a szállásotoknak a kilátása? Igen, egy nagyon öreg valami egyházi gimnáziumnak a kollégiumában laktunk, tehát ilyen kilátás mellett. Hát azért én is ellaknék itt, már nem azért. MSE Franciaországban egy Lyon melletti kisvárosban egyhetes kommunikációs tréningen vett részt a közelmúltban, épp élménybeszámolót tart a Veszprémi Lélektér Alapítvány közösségi házában. A 20 éves egyetemista lány nem először járt külföldön. Az Erasmus Plus keretében már több mint 20 nemzetközi projektben vett részt, szinte fél Európát bejárta, az Európai Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramjának köszönhetően. Tagja volt tréningeknek, ifjúsági cseréknek, kortárs segítőképzéseknek. 2018 nyarán az Európai Önkéntes Szolgálat keretében egy hónapon keresztül egy angliai kisfaluban homárokat halászott és csónakokat újított fel. Azt mondta, az Erasmus Plus programnak köszönhetően számos hasznos tapasztalatot és új barátokat is szerzett. Igazából az Erasmus Plus egy család, egy nagyon nagy család, és mondjuk voltam Spanyolországban, ahol ismertem valakit, és ők pedig mi ismertek egy bolgárt, egy cseh lányt, és akkor tényleg az, hogy ahogy beszélgetünk, ó, hát tényleg te ismered ezt, meg ezzel volt a projekten, én meg vele is vele, és aztán kiderül, hogy majdnem mindenkit ismerünk lassan most már Európán belül, ez kicsit tágfogalom, de hogy tényleg így van, hogy nagyon sok emberrel ma is tartom a kapcsolatot, akár egy Csehországból, akár Angliából, akár Svédországból, és tényleg az, hogyha eljutok azokra a helyekre, akkor nem kell azon gondolkodnom, hogy mondjuk hol fogok egy szállást kapni, vagy hol ki fog körbevezetni a városba. Noel a Veszprémi Lovasi László Gimnázium informatika szakos diákja, fiatal kora ellenére megjárta Máltát, Törökországot és Dublint is, szintén az Erasmus Plus program keretében. Minden alkalommal megpályázta és el is nyerte a külföldi ösztöndíjat. Az Európai Unió által finanszírozott programot rendszeresen ajánlja barátainak, osztálytársainak is, hiszen úgy látja, a külföldi utak alkalmával szerzett tapasztalatokat jól hasznosítja a mindennapokban. A nemzetközi projektek sokat formáltak a gondolkodás módján is. Úgy gondolom, hogy a világ egyik legjobb találmánya az Erasmus, főleg, hogy Európai Uniós diákok vagyunk, és ez egy nagyon jó lehetőség, hiszen alapból nekünk nagyon minimális összeget kell elköltenünk erre. Szóval nagyjából az, hogy mi kiutazzunk, az megoldható közel a költőpénzből. Ezen kívül azok a programok, amikkel részt veszünk, az mindig valami olyan, ami általában érdekli az embert. Ugye, amikor Kütahyában voltunk, akkor a social fóbiáról, vagyis ilyen szociális problémákról beszéltünk, és minden egyes alkalommal valami új dolognak vetettük alá magunkat, és új dolgokat ismertünk meg lényegében. Can we skip first? No. A közelmúltban görög, török, litván, lengyel, olasz és máltai fiatalok is jártak a királynék városában. Egy májusban kezdődő ifjúsági csereprogramot készítettek elő. Improvizáció, a nyilvános beszéd technikái, valamint elfogadás és tolerancia. Ez lesz a projekt két fő témája, árult el a házigazda Lélektér Alapítvány kuratóriumi elnöke Takács Emese. Az alapítvány 2015-ben kapcsolódott be az Erasmus Plus programba azzal a céllal, hogy segítsék a helyi tehetséges fiatalok kulcskompetenciáját.
kompetenciáinak fejlesztését. Nem csak pályázatokhoz segítik a 13 és 30 év közötti diákokat, hanem az Erasmus Plus keretében számos projektet is bonyolítanak külföldi fiatalok részvételével, akik például veszprémi vagy környékbeli intézményeknél, szervezeteknél végeznek önkéntes munkát közel egy évig. Rengeteg rutint és magabiztosságot szednek fel magukra, tehát én is, ahogy mondta az egyik fiatalom, az egyik legjobb lehetőségnek tartom, hanem a legjobb lehetőségnek, hogy tulajdonképpen nagyon kevés energia, nem is energia, hanem pénzráfordítással, de hogy el tudnak jutni olyan országokba, és ezáltal fejlődik az önismeretük, fejlődik a nyelvtudásuk. Azt, hogy egy csoportban én milyen szerepet töltök be, hogy tudok én akár kapcsolódni más emberekhez, milyen az alkalmazkodó képességem, és nem utolsó sorban a továbbtanuláshoz rendkívül nagyon-nagyon jó adalék az, hogy ez a fiatal megismerheti magát egy-egy területen, de hogy ugye találkozik több kultúrából jövő emberekkel, ezáltal a továbbtanulását is tudja már definiálni magában, hogy melyik az az irány, ahova én mennék tovább. Tehát én mindig javaslom, hogy töltsenek el akár egy évet, vagy vegyenek részt ezeken az egy vagy akár két hetes programokon, hiszen ez egy lehetőség, és mindenkinek kellene tudni róla. A 2014 és 2020 között zajló uniós program, az Erasmus Plus, 14,7 milliárd eurós költségvetésből több mint 4 millió európai polgárnak biztosít lehetőséget arra, hogy tanulmányokat folytasson és önkéntes munkát végezzen külföldön. Ma hazánkban 13 nemzetiség él, ápolva őseik nyelvét, kultúráját. Köztük az egyik legnagyobb a német nemzetiség. Uniós és hazai törekvés, hogy fennmaradásuk nem kerülhet veszélybe, így már az óvodától kezdve megismerkedhetnek a gyermekek a németség hagyományaival. Ehhez nagy segítséget jelent a nagymúltú Soproni Egyetemen zajló óvodapedagógus képzés. A képzés során szeretnénk a hallgatókat felkészíteni a 3-7 éves korosztályú gyerekekkel való munkára, nevelő munkára, pedagógiai munkára, de ez nem csak pedagógiai munka, hanem alapvetően léleknevelő tevékenység is. Büszkék vagyunk a képzési struktúránkra, magára a gyakorlati képzésre, hiszen ez a képzés gyakorlatorientált képzés, ezért a hallgatók szinte hetente a gyakorló óvodában gyakorlott kiváló óvodapedagógusoktól lesik el a szakma portéjait. Azon túlmenően módszertani képzést kapnak a képzés során, és büszkék vagyunk arra is, hogy hallgatóink a 21. századi kihívásoknak megfelelően külföldön Erasmus program keretében is gyarapíthatják tudásukat, hiszen a Benedek-Elek pedagógiai karnak több mint 50 külföldi partnere van, és a hallgatók élnek ezzel az óriási lehetőséggel. A képzésben vannak specializációk, így lehet többet tanulni a gyógytestnevelésről, van kézműves specializáció angol nyelv az óvodában, de egyre népszerűbb a német nemzetiségi óvodapedagógus képzés is, ahol a hallgatókat a német nemzetiségi identitástudat kialakítására, fejlesztésére is felkészítjük. A képzésben szerepelnek olyan tantárgyak, amelyek megismertetik a hallgatókat a német nemzetiség történetének főbb vonulataival, szellemi és tárgyi kultúrájának elemeivel, az óvodai élethez kapcsolódó hagyományaival, szokásaival, a jogi kereteket biztosító 2011. évi úgynevezett nemzetiségi törvénnyel. Úgy gondolom, minden nép és nemzet számára nagyon fontos az, hogy hagyományait megőrizze és tovább örökítse. Mivel a német nemzetiség nyelvének és hagyományainak a továbbadása napjainkban sajnos kevés családban követhető nyomon, ezért ez a szerep az intézményekre, többek között a német nemzetiségi óvodákra, iskolákra és az azokban dolgozó pedagógusokra hárul. Kiemelkedően fontos tehát olyan óvodapedagógusok képzése, akik ennek a feladatnak meg tudnak felelni, és kisgyermekkorban el tudják kezdeni az alapok letételét. A Karunfkon folytatott német nemzetiségi óvodapedagógus képzés éppen ezért nagyon jelentős szerepet tölt be ennek a megvalósításában. A hazai német nemzetiségi oktatás és kultúra ápolása óvodától a felsőoktatásig számos intézmény keretében zajlik. A Benedek-Elek pedagógiai karon a német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana tantárgyban a hallgatók elsajátítják azokat a módszereket, amelyekkel eredményesebben tudják átadni az óvodás gyermekeknek a német nyelvet és a nemzetiségi hagyományokat.
a gyakorlatban is és a képzésben is megismerkedhetünk a szokásokkal. A képzésben vannak különböző tantárgyaink, aminek a keretében a környéken a nemzetiségi településekre ellátogattunk, erről beszámolót is készítettünk, ott találkoztunk idős nemzetiségi emberekkel, akik meséltek a történelemről, hogy ők miket éltek át. A gyakorlatban pedig ezt részben nekünk kell látni a gyerekeknek, de vannak olyan gyerekek, akik nemzetiségi családból származnak. Ők nyilván a német tudásukban is fejlettebbek, mint a többiek. És a szokások pedig az ünnepekben jelennek meg, a Márton napban, a nemzetiségi napban, a gyakorló óvodában külön hét van erre, a nemzetiségi hét keretében mutatják be ezeket a hagyományokat, amin a zárónapon a szülők is részt vesznek. Most már nem annyira őrzik a családokban a hagyományokat, viszont elméletben mindenképp hasznos a gyerekek számára, hogyha tudják, hogy a felmenőik milyen hagyományokban vettek részt, és remélhetőleg ezt majd ők is tovább fogják örökíteni a gyerekeiknek. Az Európai Unió megkívánja őrizni azt a kulturális sokféleséget, amit Európa rejt magában, azt a színes palettát, amit a nemzetiségi csoportokkal közösen alkotnak, és amely minden tagállamnak a sajátja. Ennek egyik záloga, ha felkészült pedagógusok segítik a cél elérését. A képzés kiemelkedő erőssége a szakmai gyakorlat, amely az első szemesztertől kezdve jelen van a hallgatók mindennapjaiban. A hallgatók nem csak megfigyeléseket végeznek a gyakorló óvodák nemzetiségi csoportjaiban, hanem kétnyelvű foglalkozásokat is tartanak a gyerekeknek. Ez azért nagyon fontos, mert a gyakorlati ismeretek elsajátítása az egyik kulcsa annak, hogy jó szakemberekké váljanak. A hallgatók nagyon sok támogatást kapnak ahhoz, hogy a jövőben a pedagógiai munkájukat kiemelkedően tudják végezni. A gyerekekkel megszerettessék a német nyelvet, hogy később nagyobb kedvük legyen nekük is a tanuláshoz. A Soproni Egyetem Bennetek-Elek pedagógiai karán több mint 50 éves hagyományokkal bíró, az egyetemes emberi értéket képviselő német nemzetiségi óvodapedagógus képzés során évente 15 hallgató szerez diplomát. A szexuálisan bántalmazott gyermekek ügyei kivizsgálásának ma a barnahús modell a legkíméletesebb formája, amelyet Európa szerte már 12 országban, több mint 50 helyszínen alkalmaznak. A változások jogi alapját egy fontos dokumentum teremtette meg. Világméretű szinten a gyermekvédelemnek egy jelentős lépése volt 1997, amikor 135 ország ratifikálta az ENSZ gyermekjogi egyezményét, és abból nekünk egy mondat az, ami azóta is a napi munkánknak, a szemléletünknek a meghatározója. Ez a mondat angolból magyarra fordítva úgy szól, hogy a gyerek biztosítani kell a gyerekek mindenek felett álló értekét. Erre épül a gyermekvédelem és az igazságszolgáltatás módszereit ötvöző komplex modell, a barnahus, amely több mint két éve Kelet-Közép-Európában elsőként Szombathelyen is működik. A ma szokásos eljárásokkal szemben abban áll az újszerűsége, hogy kíméli az egyébként is sérült gyermeket, és nem engedi torzulni a történetet. Ha a nyomozati szak végére vádemelés történik, akkor jön a bírói szak, vagy a perszak, ahol a bíró újra és újra kihallgathatja a gyereket, elrendelhet újabb igazsági szakértői vizsgálatot, mondjuk a 16-17 éves jó néhányszor be lehet rendelni a tárgyalóterembe is, ott mindenki előtt kihallgatni. Tehát elég változatos újra a mai igazságszolgáltatásnak az eszközei arra, hogy a gyereket traumatizálják. Ezzel szemben a barnahúsban minden van. Orvosi szoba, kihallgató szoba, terápiás szoba és az úgynevezett monitoring szoba, ami az igazságszolgáltatás szobája, tehát az ügyészséget ide kihelyezzük. Ez mind egy helyen van, aki látta már a európai vagy a szombathelyi barnahust, az látja, hogy ez igazán gyerek méretű, gyerekre szabott, tehát
igazán gyerek barát hely, ehhez hozzászoktatjuk a gyereket, és ugye a legfőbb elvi törekvés és gyakorlati, hogy csak egyszer legyen meghallgatva, zárójel kihallgatva a gyerek. Alapvetésünk, hogy hiszünk a gyereknek. A témáról konferenciák sorát és egy nemzetközi ügyészi találkozót is tartottak a Nyugat-Dunántúli városban három megye szakembereinek részvételével. A közönség az izlandi tapasztalatokra volt kíváncsi. Ott évtizedek óta már törvényes keretek között alkalmazzák a módszert, aminek következtében rövidebb az eljárási idő és több a vádemelés. Well, Barnahus was first established 20 years ago. In 1998, then as a pilot project, but since 1999, a year later, it has been established in the law. So we have had it as a lawful institution since then. My experiences with Barnahus are really good. I know nothing else. I started to work in the prosecution field 9 years ago in Iceland, and then it was a well-established house, Barnahus, by the time. So my only experience in Iceland is having Barnahus in the case of sexual abuse against children. The procedure is definitely shorter and easier for the child. In Barnahus, the main thing is to have one hearing, and it is a court hearing. So when you go to Barnahus in Iceland, you have the judge already in the case, and the idea is that the child doesn't have to come again and again to the police, to the child protection services, to the doctors, and in the courts, and maybe more times in the courts or for the police to give the statement. So it's the idea is that the child only has to tell the story once. Of course, it's based on a story. Going to Barnahus is based on a story the child has given to someone, or some idea or suspect. A Barnahus modell magyarországi elterjesztésében nem annyira a hivatalos intézményrendszernek, sokkal inkább a civil szférának van nagy szerepe. Egy olyan civil szervezet támogatja az intézményünk törekvéseit, amely felvállalta, hogy a szexuális abúzust elszenvedett gyermekek meghallgatását segítő újszerű izlandi módszer bevezetését elősegítse itt hazánkban. Nyilvánvaló, hogy ehhez olyan érzékeny emberekre van szükség, akiknek van rálátásuk a családok életére, a családok életében folyó különféle nehézségekre, és megvan bennük az a szándék, hogy tegyenek a gyerekek érdekének képviseletében. A szombathelyi Barnahus hivatalosan is megkezdte működését, és egyre több gyermek kíméletes meghallgatását biztosítja.